Very dead. Come. Sziasztok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ezen videó témája Arya Stark lesz, az ő karakterfejlődése és az utazása is egyben, mind az 5 könyvön keresztül. A videó Lukács Tamás támogatásával és kérésére készült, szóval ezúton is köszönöm szépen. Pár fontos dolgot így az elején. Megpróbálok a lehető legérthetőbben magyarázni, illetve minden dologra kitérni. Azon események vagy történések, amik Aryához kapcsolódnak, de semmilyen formában nem befolyásolják a karakterét, kimaradnak. Ha a videó végeztével felmerül bennetek olyan kérdés, amire esetleg nem kaptatok választ, természetesen komment formájában jelezzétek. Ennek mementójára elmondhatom azt is, hogy Martin felesége az ok arra, hogy Arya még mindig életben van, ugyanis ő a kedvence. Ned vendégei gyakran nézték istálló fiúnak, ha bejelentés nélkül lovagoltak be az udvarba. Félig fiú, félig farkaskölyök. Ha az ember megtiltott neki valamit, rögtön az lett a szíve legfőbb vágya. Arya Stark, Észak őrzőjének, Eddard Starknak legfiatalabb leánya, a 9. életévében jár, amikor megismerkedünk vele. Az első fejezete után egy dolgot bizton kijelenthetünk. Átkozza az isteneket, amiért leánynak született. Az ő és nővére sorsa már gyermekkorukban el volt döntve. Délre mennek majd, más nagyházak örököseihez feleségül, ahol saját kastélyuk úrnői lehetnek. De ez nem Arya. Hiszen amíg mindegyik legitim testvére a Tallyk vonásait hordozza magán, Arya a Starkokra és egyben az apjára ütött. Haja fénytelen és barna, arca pedig hosszúkás és méltóság teljes. A kis hölgyek lóarcú Aryának hívták és nyerítettek, ha találkoztak vele. Aryának az fájt a legjobban, hogy való igaz, az egyik dolog, amihez a legjobban értett, a lovaglás volt. Emellett nővérével ellentétben kitűnően értett a számokhoz és a háztartás vezetéséhez. Életének első legfontosabb pillanata az volt, amikor ő is megkapta saját rénfarkasát. Minden rénfarkas a gazdája tulajdonságait hordozza magában, csak ugyan. Arya farkasa a Nymeria nevet kapta. Nymeria hercegnő a korának legnagyobb harcos amazonja volt, ezért ő lett Arya egyik példaképe is. Ne felejtjük el azt sem, hogy a másik példaképe szintén egy harcos amazon, Visenya Targaryen. Mivel semmi olyan dolgot nem szeretett csinálni, amit a többi úrhölgy, például kötni, meg varni, a barátai leginkább fiúkból álltak. Az életében fontos szerepet játszó Havas Jon egy volt ezek közül. Ők ketten nagyon hasonlítottak egymásra. A fattyú és a lóarcú. Aryának annyi előnye volt, hogy mindenki tudta, melyik házból való, és hogy kinek a lánya. De egy valami biztos, tiszta szívéből szereti Jont, és többször meg is védi őt, amikor a többiek éppen kigúnyolják. Midőn elérkezik a pillanat, és az apjával együtt délre kell mennie, Jon tekintete akkor már a fal felé szegeződött. Búcsú ajándékképpen ekkor adja oda szeretett kisugának a kardot, amelyet együtt neveztek el. Tű. Akkor ölelték meg egymást utoljára. Mivel Arya nem kedveli az úrhölgyek társaságát, ezért ő inkább az új barátjával, Maikával gyakorolja a kardvívást a Rubint gázlónál. Na most ekkor döbben rá, hogy a mesék és legendák a híres lovagokról nem mondhatóak el mindegyikről. Miután rájuk találtak és a kis görcs eljátszotta a nagyképű műsorát, Arya bedobja oroszlánfogat a folyó közepébe. Azonban Nymeria is nagy szerepet játszott. Beleharapott Joffrey karjába, amelyből ömlött a vér. A történetükről eztán annyit tudunk, hogy 4 napon keresztül keresték őket, és Jory Castle meg is találta Aryát, de Nymeriát nem.
a farkaskölyök egy időre eltűnt. Később megtudjuk, hogy maga Arya üldözte el. Köveket dobált neki, és kétszer megütötte. Tudta, hogy a királyné kivégeztetné, ezért inkább azt kívánta, hogy szabad legyen. Sajnos Maika nem volt ennyire szerencsés, Sandor Clegane fejtől derékig ketté vágta. Midőn eléri királyvárat, Arya élete már nem annyira szép, mint azelőtt volt. Jon elment, a farkasát elüldözte, a hentes legény pedig meghalt. Illetve szomorúan gondolt Ladyre, aki fölöslegesen halt meg miatta. Egyedül Eddard volt az, akinek sikerült mosolyt csalni az arcára. Az apja elfogadta, hogy Arya nem kíván úrhölgy lenni, de akkor a kardvívást már a legjobbtól tanulja. Itt fontos azt tudni, hogy Arya Ned szemében kiköpött mással Lyanna Starknak. Pontosan emiatt aggódik. Sirio Forel, Braavos első kardja lett kiválasztva tánctanárának. Tehát ne felejtsük el, nem senkitől tanulta a kardforgatás művészetét, hanem Sirio Foreltől. Mivel nem szeretett egy helyben megülni, és igazság szerint senki nem foglalkozott vele, ideje nagy részében gyakorolt. Gyakorolta, hogyan legyen csendes, gyors, kitartó, illetve szoktatta magát a sötéthez. A sötétséget magát a vörös torony alatti katakombákban érzékelte leginkább. Itt találkozik a sárkánykoponyákkal, a Targaryen páncélokkal, de fontos az is, hogy habár nem tud róla, de találkozik Varysszal és Illyrio Mopatisszal, illetve a kazamata kijáratait is megismeri. Midőn Robert eltávozott, Ned tervei szerint Arya és Sansa visszaindulnak Deresbe a szelek boszorkányán. Ez ugyan nem történik meg, de Arya meglátja, milyen egy igazi harcos. Sirio Forel nem feltétlen úgy volt bemutatva a sorozatban, mint amilyen. Nem csak leüt egy-két őrt, háromból kettőt biztosan meg is öl, igen, egy gyakorló karddal. A vörös toronyból történő menekülések közben öli meg az első áldozatát. Egy istálló fiút, aki el akarja venni tőle a kardját. Az események itt már 180 fokos fordulatot vesznek. Nincs Deres, nincsenek szolgák, nincs élelme, nincsenek ismerősei, sem őrök, akik vigyáznának rá. Mivel királyvár kapuit elkezdték bezárni, illetve azokat, amelyek még nyitva vannak, keményen ellenőrzik, Arya nem tud kijutni a városból. Eképpen Bolhavég lesz az új otthona. Galambokat, patkányokat és macskákat kerget, amelyeket elcserélhet élelemre. A rengeteg gyakorlása korábbról akkor nagyon-nagyon jól jön neki. Midőn Bélor nagyszentélyénél összegyűlik a tömeg, az apját véli felfedezni a hóhértönkőn. Hallja Joffrey szavait, hallja az örjöngő tömeget, de akkor két erős kar megragadja. Jorren volt az, az éjjeli őrség testvére. Arya találkozott már vele, csak nem emlékezett rá és a nevét sem tudta. Ő megakadályozza, hogy végignézze apja kivégzését, csak az utolsó sóhaját hallotta. Velem jössz, közölte vele Jorren. Mivel egy leánynak nem biztonságos utaznia, ugyanis sokan a gyermekekre fenték a fogukat, hátrafeszíti a fejét és levágja a haját. A 9 éves Aryából, a farkaskölyökből fiú lett. Ezzel ér véget számára a trónok harca. Azt se felejtsük el, hogy az egyesség, amit Catelyn kötött Walder Freyjel, azt is magába foglalja, hogy Arya feleségül megy Elmar Freyhez, viszont ez nem befolyásolja a történetet. A levélben, amit Sansa hazaküld Deresbe, nem tesz említést a húgáról. Arya Stark utazása ugyan véget ért, de egy lány még nagyon sok nevet fog kapni. Szerencsésnek mondhatta magát, ugyanis férfiak társaságába került. Az árva fiú, zöldkezű Lomé Dudorfejnek nevezte el, amikor először találkoztak. Nagyon fontos megérteni a vénember indítékait. Eredetileg Varys bízta meg azzal, hogy amikor Nedet elítélik és a büntetése a fekete felöltése lesz,
ő fogja majd elkísérni a falhoz. Ez nem történik meg, ezért megfogadja Ariának, hogy biztonságban hazaviszi őt Deresbe. Nem sokkal később Joren ismét pengét ragadt. A megmaradt hajtincseit most már teljesen levágja, Arya kopasz lesz, fiú és az Arri nevet aggatják rá. A társasága igen vegyes volt, azonban a négyes fogat már ekkor kezdett kialakulni. Ott volt Dudorfej. Mögötte lovagolt zöldkezű Lomi, egy kelmefestő inasa, akit lopáson kaptak és nagyon elverték. Ott volt még Melegpite, a hámlott arcú kövér Pék. Leghátul baktatott a Bika. Fontos, hogy Ariától ekkor ismét megpróbálják elvenni tűt, de megint csak kudarcot vallanak. Midőn észak felé haladnak, egyre több frissen kiásott sírt találnak a királyút mellett. Az öt király háborúja ekkor már elkezdődött. Elértek egy borostyánnal benőtt fogadóhoz. Arya itt ismerkedik meg a megláncolt foglyokkal. A kedves ember Jaqen, a fehérgyék Rorge és az orr nélküli Maró mindhárman megláncolva söröztek. Midőn az Isten szemhez közeli romos erődben vannak a Lannisterek, Ser Aemory Lorch vezetésével felgyújtják azt. Arya ekkor kezd belejönni a harcba. Előbb levág néhány ujjat. Majd pontosan nem tudjuk mennyit, de Martin elmondása szerint több embert is levág vagy leszúr, amíg azok próbálnak felmászni a falra. A menekülésük közben egy baltával pontosan ágyékon vág egy lovagot, aki biztosan meghal. A jó szívének és bátorságának köszönhetően a három fogoly, köztük Jaqen is megúszza az eleven tűzhalált. Azonban Joren nem volt ennyire szerencsés, a fejét ketté hasították. Tovább haladnak észak felé és elérnek egy falut. Ekkor Lommi ráaggatja a menyét nevet. Ebben a faluban a hegy emberei elfogják Gendryt. Amikor Arya és Pite a segítségére indulnak, őket is elfogják. Dondarionról kérdezgették, Aryától elveszik tűt, illetve Lomit egyetlen jól irányzott mozdulattal torkon szúrják. Itt érdemes emlékezni arra, hogy a falu melletti felakasztott holttestekből hiányzik egy csomó testrész. Azt mondják, farkasok tették. Ser Gregor azon parancs szerint jár el, hogy felkutassa a lobogók nélküli testvériséget, ez alapján fog megtörténni az események következő fordulata. Miután 8 napot töltöttek a faluban és a csiklandozó végezte a dolgát, elindultak Harrenhal felé. Arya ekkor kezdi el készíteni a listáját és jelenleg ezen neveket foglalja magába. Dansen, aki elvette Gendrytől a bikaszarva sisakját és most ő hordta. Polyver elvette tőle tűt, amikor elfogták őket a faluban. Az öreg Chiswick mindig viccesnek hitte magát és segítkezett a kínzásoknál. Nyájas Raff, aki torkon szúrta Lomit. A csiklandozó a rengeteg szenvedés miatt. A hegy, aki elfogadta őket. A véreb Maika halála miatt. Ser Aemory Lorch, Joren halála miatt. Ser Ilyn Payne, az apja halála miatt. Ser Merin Fucking Trent, Sirio halála miatt. Joffrey és Cersei pedig csak úgy alapjába véve gyűlöletre méltóak voltak. 12 név szerepelt a listáján, amikor Harrenhalba tartottak. A várban a siratótorony helyettes intézőjének Víznek volt az apródja. Ekkor már Víz is rajta van a listáján, ugyanis nagyon-nagyon sokszor megverte. Néhány nappal később Jaqen, Rorge és Maró már Aemory szolgálatában állnak, azonban a kedves férfi nem felejt. Egyik éjjel elmegy Aryához és ajánlatot tesz. 3. Három név a három megmentett életért cserébe. Az első név Chiswick volt, aki 3 nap múltán leesett a falról és nyakát törte. A második név az intéző Víz volt, akinek torkát saját kutyája tépte szét. Eztán Arya már Harrenhal szellemének hívja magát. A harmadik név maga Jaqen volt, azonban egyességet kötöttek. Arya visszavonja a nevet, ha a kedves férfi segít kiszabadítani a foglyokat. Tudniillik, a bátor bajtások vezére, Vargo Hoth egy véres komédiás volt. Lábakat és karokat vágott le, ha éppen unatkozott. A történet fordulata, hogy Vargo gyűlölte az akkori várkapitányt. Belement egy összeesküvésbe Aemory Lorch ellen. Robert Glower és Ser Aenys Frey volt a két túsz, akit megmentettek. A Lannister őrök lemészárlása véget, Jaqen a kardját Arya ruhájába törli. Mondván, egy lánynak véresnek kell lennie, hiszen ez az ő műve. Megtanulja a szavakat, Valar Morghulis,
és megkapja a vasérmét ajándékgyanánt. Midőn Rose Bolton elfoglalja a várat, Arya a pohárnoka lesz. Rémvár ura érdeklődik a neve felől, a lány Nymeria néven mutatkozik be, röviden csak Nan. Ser Aemory Lord sorsa is beteljesedett, mesztelenül rúgták be a verembe, egy koromfekete medve ölelő karjai közé. Arya a Boltonok társaságában akar északra indulni, azonban Rose terve szerint Harrenhalban marad a bátor bajtársakkal. Aryának ez nem egészen tetszik, szóval szökési tervet gondolnak ki. Az egyik este, mire Gendry és Melegpita a lovakkal a kapuhoz érnek, Arya már munkálkodik. Odaadja a Jacquentől kapott vasat egy Bolton őrnek, hiszen a sötétben ezüstnek látszik. Elejti, az őr lehajol, és mint a sejmet, úgy vágja át a torkát. Valar Morghulis, az eső majd lemossa. 10 éves volt ekkor. Csak hogy kerek legyen a dolog, Arya itt találkozik Elmar Freyjel, de nem ismerik fel egymást. Miután sikeresen elhagyták Harrenholt, Arya megígérte Gendrynek és Melegpitének, hogy zúgóba viszi őket. Természetesen a szökésük, illetve a Bolton kapuőr megölése nem maradt szó nélkül. Maga Rose Bolton ugyan nem, de a szolgája, Vargo Hót és a komédiások utánuk erednek. Mivel az utazások közben gyakran felbukkannak farkasok, biztosra mondhatjuk, hogy Nymeria egy ideig követte őt. Ezt az is igazolja, hogy útközben a leány elalszik és arról álmodik, hogy ő Nymeria. Nem elfelejtendő az sem, hogy ebben az álomban éppen az előbb említett komédiásokat tépi darabokra. Mivel elvették tőle tűt, Arya ekkor egy ideiglenes kardot használ, amit több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel képes forgatni, hiszen még csak 10 éves. Nem sokkal később a lobogók nélküli testvériség rájuk talál. Hogy pontosan hol, azt nem tudjuk, öreg Pete tanyáját említik a térdeplő ember fogadójához közel. Ekkor Arya úgy mutatkozik be, hogy ő Galamb. Elmennek a térdeplő ember fogadójába, ahol egészen véletlenül megjelenik Harwin. Az a Harwin, aki a deresi lovászmester Hallen fia. Felismerte Aryát és térdre ereszkedett. Melegpite itt elválik a csapattól, Arya és Gendry tovább folytatják utazásukat délfelé. A leány útközben tanulmányozza a fák törzsén lévő mohákat, amiből arra következtet, hogy pont ellenkező irányba mennek, mint amerre szeretett volna. Illetve, ha már itt tartunk, azért mennek délre, mert Dondarion-t keresik, aki nem sokkal ezelőtt szintén meghalt. A keresés közben megállnak a Leicester várban, egy titkos faluban, magas szívnél, majd Makvárban. Ekkor egy hölgynek Arya úgy mutatkozik be, hogy az ő neve Farkas. Ezek után elérkeznek Kőszentélyhez, ahol Arya egy kis történelmet is tanul. Ugyanis ezen város falai között történt meg a harangok csatája. A piac téren egy Lannister fogoly ült megkötözve. A népek sárral dobálták, de az meg sem rezzent. Amikor egy bátrabb vállalkozó egy követ dobott hozzá, a fogoly elfordította az arcát. Arya imádkozásai beteljesedtek, a fekete vízi csata dezertőrje, Sandor Clegane ült megkötözve előtte. 7 húr Tom, a testvériség lantosa, ekkor mókusnak hívja. Kőszentélyből elindulnak a testvériség búvóhelyére. Nem tudjuk, hogy ez hol van, de a testvérek üreges hegynek nevezték. A vérebb párbajozik Dondarionnal és megnyeri azt. Később a komédiások rájuk találnak és a csata végeztével Sandor Cleganet szabadon engedik, hiszen Rolor ártatlannak találta. Gendrynek tetszik a testvériség kultusza, az igazságos törvények és a cél, amiért harcolnak. Így beáll közéjük, mint lovag és kovács.
Az útjuk ismételten zúgó felé tartott, de időközben megállnak magas szívnél. A cél az volt, hogy Ariát a kikiáltott váltságdíjért cserébe visszaadják Robnak, hiszen szükségük volt az aranyra, miután a buvóhelyük leégett. Aria itt beleütközik egy őrszembe, aki csak ennyit kérdez tőle. Tudod, mit csinálnak a kutyák a farkasokkal? A véreb nem ment messzire, hiszen elvették az összes aranyát. Úgy gondolta, hogy a testvériség helyett ő is átadhatja Ariát a fivérének, ugyanazon váltságdíjért cserébe. Fontos, hogy Sandor terve közé tartozik az is, hogy beáll Rob seregébe. Midőn a három folyót követik, elérkeznek Lord Harrowway városához, ahol hajóval átkelnek a vizen. Elhagyják a zöldágat, és élelemszállítóknak álcázva elérik az ikreket, ahol éppen az esküvőre készülnek. Midőn pontosan a vörös nász közepébe csöppentek, a terv, hogy Sandor visszaadja Ariát a családjának, megbukott. Menekülniük kellett, és a véreb megmenti Aria életét. A leány ekkor már minden éjjel a farkas falkáról álmodik. Gondoljunk bele egy kicsit. Meghalt az apja, majd a második apja, Joren is. Megölték Lomit, Melegpita a fogadóban maradt, Gendry a testvériséggel. Az anyját és a bátyját is megölik, az egyedüli társasága az esküt ellensége. Fontos, hogy ekkor még nem tudja biztosan azt, hogy az anyja és Rob halottak-e. Az útjuk eztán a sasfészekbe vezetett, Cligén ott kívánta eladni őt. Midőn egyik este álomra hajtja a fejét, az anyját látja maga előtt, és az illatát is érzi. Ekkor ismét Nymeria testében álmodik, és a sekélyesben feltorlódott hulláknál táplálkoznak. A falka nem győz válogatni a halottak közül, de ő belegázol a folyóba, egy fehér valami után. Megragadja a karját, kihúzza a partra, de az nem mozdul. Az a fehér valami az anyja volt. A feltorlódott halottak pedig az északi sereg. Midőn lovasok jelentek meg, felébredt. A lovasok voltak ugye Dondarrion és a testvériség. Másnap reggeli közben már Biston tudja, hogy az anyja halott. Ezt követően elérik a Holdhegységet és ott egy kis települést. Több mint két hétig a faluban tartózkodnak, ahol Cligén munkát vállal sörért cserébe. A munka elvégeztével sajnos elzavarják őket. A véres kaput ugyan nem érték el, de ismételten délnek indulnak. A véreb terve most az volt, hogy zúgóban adja el Ariát a fekete halnak. Néhány nap elteltével, immáron délnek haladva, megállnak a keresztúti fogadóban. Mit adott a sors? Kik voltak a fogadóban? Sir Gregor háziállatai, a csiklandozó és Poliver. Miután Sandor kellően leittasodik, nincs kedve tovább hallgatni bátyja kiskedvenceinek a fenyegetőzését, és elkezdődik a harc. A véreb égett arca a füle csonkjától a szájáig sebes volt, később már a nyakából is ömlött a vér. A két katonán kívül egy fegyverhordozó is volt velük, akinek gyomrába Arya kés döfött, és meg is forgatta a biztonság kedvéért. Addigra Sandor a többi sebét kiegészítően a combján is vérzett, és a helyzet alapján sarokba szorították. Poliver sorsa nem szépen végződött. Midőn egy felső vágással megpróbálta eltalálni a részek kutyát, az visszakézből szintén felfelé vágott. Vér és mindenféle fejdarab került a mennyezetre. A csiklandozó a sorozatban jobban járt, amikor Jacken ölte meg. A könyvekben azonban Arya volt az. Kést vágott a hátába, azonban nem csak egyszer. A híres kérdések: van arany a faluban? Hol van Dondarrion? Vannak lovaik? Hol rejtőznek? És még sok-sok folytatólagos szójáték. Arya minden egyes szó után beledöfte a kést. Nem tudjuk pontosan hányszor, de ha engem kérdezel, satszolva legalább 20-szor. Ezelőtt, amikor a sasfészekbe tartottak, Sandor megtanította a farkas leánynak, hogy hol van a szív. A fegyverhordozó még élt, amikor feltette a kérdést. Emlékszel rá, hol van a szív? Hosszú idő után Arya lecsatolta Poliver övéről a játékszernek tűnő kardot. Tű ismét visszakerült hozzá, és igen, emlékezett rá. A hatalmas izmos férfi ugyan leszúrt disznónak látszott, de tovább haladtak Sóakna felé. A város előtt néhány mérfölddel megállnak.
Itt Arya harctéri elsősegély nyújtásban is jeleskedik, ugyanis felforralja a bort, majd azt önti a kutya nyílt sebeire. Midőn a beteg elájult a fájdalomtól, az egykori címeres köpeny darabjaival kötötte be azokat. Aznap este, elalvás előtt a neveket mondja, furcsa volt számára, hogy Joffrey, Polyver és a csiklandozó is halottak. Viszont volt valami még furcsább. Aznap este először a nevek között nem szerepelt a véreb. Eltelt egy nap, majd ismét tábort vertek. Ekkor Arya már arra készül, hogy megöli őt, amiben Sandor is megerősíti. Egy farkas végezne a sebzett állattal, mondta. Arya azonban inkább úgy döntött, hogy sorsára hagyja és ellovagolt. Tehát két dolog nagyon lényeges a történetükkel kapcsolatban. A véreb összesen azért nem ölte meg Aryát, mert aranyat akar csinálni belőle. Arya azért nem ölte meg a vérebet, mert az kegyes halál lett volna. Az utolsó mondata az volt hozzá, hogy meg kellett volna mentened az anyámat. Na most feltetjük a kérdést, hogy mit tehetett volna a Frey sereg ellen, ugye? 6 nappal azután, hogy magára hagyta, Arya elérte Sóakna várost. Az eredeti terve ekkor az, hogy hajóra száll és a keleti őrséghez megy, mivel ott megtalálja Jont. Eladta a lovát, amiből hajót kíván bérelni. Nincs otthona, nincs falkája, és most már lova sincs. 3 hajóból választhatott, abból 2 a 3 folyón hajózott. Azonban a titán leánya egy Braavosba tartó kereskedő hajó volt. A kapitány, Ternesio Terris ugyan nem kívánt foglalkozni vele, de aztán megkapta a vasat és hozzá a szavakat. Valar Morghulis. Ezzel ért véget számára a kardok vihara. Arya ekkor már 11 éves és halottnak nyilvánították. A varjak lakomája a hosszú, tengeri úttal kezdődik. Midőn a titán leánya eléri Braavost, Arya megismerkedik a város történetével, összebarátkozik a kapitány fiával Dannyóval, illetve ekkor Sócskának nevezik. Miután Yorko Terris végig evezik vele Braavosban, a Fekete-Fehér háznál kiteszi őt. Mivel már csináltam egy videót az arc nélküliekről, illetve a Fekete-Fehér házról, itt túl sok mindenbe nem fogok belemenni. Hiszen, amit abban a videóban elmondtam, az történik Aryával is, illetve a templom maga ugyanúgy néz ki. Ekkor tulajdonképpen fogalma sincs arról, hogy hová érkezett. Találkozik Jaqen-nal, illetőleg megismerkedik a templom felső szintjével. Kicsit gusztustalan ugyan, de Jaqen arra kéri, csókolja meg. Ekkor Arya egy elsárgult koponyával néz szembe, és kihúz a szeméből egy kukacot. Ahhoz, hogy senkivé váljon, először is el kell felejteni a korábbi életét. Ugyanakkor lakott a templomban egy hasonló korú leány, akit úgy hívtak az árva. Az ő kiképzése is éppen akkor történik, amikor Aryának csak ő már előrébb jár. Az árva lesz az, akitől a hazugság művészetét fogja majd tanulni. Szóval, egyik este, amikor a neveket mormolja, Jaqen felvilágosítja arról, hogy nem ő dönt élet és halál felől. Ezáltal Arya a sokarcú Isten szolgája kíván lenni. Hogyan lesz valakiből senki? Nos, az első és legfontosabb dolog, Arya Starknak meg kell halnia. Szó szerint. Innen jön az is, hogy a sorozatban Aryát senkinek nevezni baromság, de ez most nem ide tartozik. Ez az egész úgy kezdődik, hogy minden eddigi tárgyától megszabadul. Azonban tűt nem képes hátrahagyni, ezért a templom lépcsőjébe elrejti azt. Nagyon rosszul beszéli a nyelvet, de elég szót ismer ahhoz, hogy elinduljon az első küldetésére.
tehát két szót kellett nagyon jól megtanulnia, kagyló és rák. Egy Brusco nevű halkereskedő taligáját kellett tolnia. Az első megbízására a macska nevet vette fel, illetve a hajó, amin utazott, a Nimeria nevet kapta. Az oldalára kötött vastőrrel, koszos és rongyos gyermeknek öltözve indult útnak. Brusco két lányával lakott, akiket Taleának és Breának hívtak. Természetesen még ekkor is farkasokkal álmodik. A rongyszedők révén tologatja a kordéit, de ez nem számít. A feladata csak annyi, hogy minden nap tanuljon meg három új dolgot. Mivel Braavos, a titkok, a köd és az állarcok városa gyakran tért vissza három titokkal. A kagylókat 10-ből 9 napon keresztül árulta, és tulajdonképpen a világ minden tájáról érkezett hajósokkal is találkozott. Mindeközben rengeteg új barátra is szert tesz, és ezzel együtt azoknak titkaira is. Furcsa véletlen talán, de a macskák is szerették macska szagát. Néha több tucat négylábú szegült mellé, esetenként még csemegét is kaptak. Na most rövid idő alatt odáig fejlődött, hogy ő lett Braavosban a keresztapa. Tehát megjönnek a hajósok, bármit keresnek, kurvát, ételt, embert, bármit, macskát keresték meg. Teljesen véletlenül egy Westeroszi hajó legénységével is megismerkedik. Szintúgy megismerkedik a fekete dalnokkal, akit Dareonnak hívnak. All there, to the builders. Pip to the stewards, Toad to the builders, Gren to the rangers, Samwell to the stewards, Makar to the rangers, Darion to the stewards, Balian to the rangers. Darion to the stewards. Nem volt feketébe öltözve, hiszen a régi ruháit bedobta a tengerbe, egyedül a csizmája volt fekete. Ő maga az elmondások szerint a keleti őrségnél szolgált. Macska eldöntötte, hogy habár a férfi vonzó, de a szíve romlott. Mit tanított meg neki legelőször Jacken? Nem ő ítélkezik, ő csak szolgál. Aznap este a dalok végeztével Macska és Dareon együtt sétáltak a kikötőben. Akkor este a hold fekete volt. Hazavitte az aznapi bevételt Bruscónak és egy pár új csizmát is. Nehéz jó cipőt találni mostanság, mondta neki az öreg. Midőn visszatér a fekete-fehér házba, beszámol a kedves férfinak az aznap tanult három új dologról. A harmadik újdonság volt a fekete dalnok Dareon halála. Valaki elvágta a torkát és a testét bedobta a vízbe. Csak a csizmája maradt meg. Nehéz jó cipőt találni mostanság, mondta neki a kedves férfi. Bort és meleg tejet kéretett. Kitette? Kérdezte macskát. Arya Stark deresből, felelte. Macska megitta a tejet, aznap ismét farkasokról álmodott, és reggelre megvakult. Így ért véget számára a varjak lakomája. Ekkor Brienne ugye már Sansát keresi, és közben a tudomására jut, hogy Aryát látták a vérebb társaságában. Azonban feltehetőleg sóaknak kifosztása közben meghalt. És akkor itt lép életbe az, amit az elején mondtam. A sokarcú Isten szolgálói egy nagyon-nagyon komoly rend. Tehát azzal, hogy Arya megölt valakit, nincs is különösebben probléma, viszont kettő másik dologgal van. Az egyik, hogy a sokarcú Isten helyett ítélkezett. A másik, hogy veszélybe sodorta a templomot. Tudni kell azt, hogy ezt nem sűrűn szokták tolerálni. Ha nem Martin feleségének kedvence lenne, feltehetőleg az arca a templom harmadik szintjének falát díszítené, de kapott még egy esélyt. Jacken ráadásul meg is ajándékozta. A vakság ajándék, hiszen nem ölte meg. Macska története ismételten egy álommal kezdődik. Ekkor Nimeria és a falkája megöltek egy juhászt, annak juhait és kutyáit. Igen fontos, Nimériának van egy saját falkája. Mikor felébredt, érezte az emberhús ízét az ajkain. Kicsi mellékszál, igen, feltehetőleg Arya is varg lesz. Álmában éjfarkasnak nevezte magát, a valóságban azonban ő volt Bess, a vak leány.
Hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Ezek alkották a következő küldetését. Ha Keblére fogadja a sötétséget, többé semmitől sem kell félnie. A kése ugyan megmaradt, a szeme helyett azonban egy ötláb hosszú botot kapott. A bot jobb, mint a szem, az árva ezt mondta neki. Az öt érzékszervéből csak a látás hiányzott, viszont remekül fejlődött. Megtanulta szag alapján megkülönböztetni a férfiakat és a nőket. Tapintás alapján megállapítani a korukat, hallás alapján közlekedni a templomban és ízlelés alapján készíteni a mérgeket. A vakleány beszfeje kopaszra volt borotválva ekkor, hiszen a komédiások között megszokott volt. Miután elcsúfították az arcát, kapott még két kést. Egy a csizmában, egy a derekára kötve, egy pedig a zubbonya ujjában. Előzőleg már nagyon jól megismerte a város utcáit, sikátorait, kocsmáit és minden más helyet is, tehát mindig máshol koldult. Habár elcsúfították az arcát, nem mindenkit sikerült megtévesztenie. Bravos macskái felismerték őt. Itt nagyon fontos emlékezni arra, hogy a koldus leány ekkor úgy érzi, hogy képes a macskák szemén keresztül látni. A látását azért kapja vissza, mert képes volt felismerni a kedves embert az előző napról, amikor nagyon csúnyán elverte őt bottal. A tanácskozás alkalmával egy senki beszélget vele. Ekkor Ariáról megállapítja, hogy ő farkas, és csak vérre szomjazik. Mivel mindenáron szolgálni akar, megkapja a második feladatát. Át kell adni az ajándékot egy másik embernek. A célpont egy öreg ember volt. Amikor macska először megpillantja, igazság szerint már akkor elbukik. Miért? Túl sokáig élt. Az én apámnak nem adatott meg, hogy ilyen sokáig éljen. Ezen gondolatmenet alapján indult el, ismételten, mint kagylóárus. Fontos, hogy Jacques úgy bízta rá a feladatot, hogyha a célpont meglátja őt, kudarcot vallott. Macskát sokan ismerték Bravosban, ezért ha meglátják, Brusco és a lányai bajba kerülhetnek. Ideje volt, hogy Aria valaki más legyen. Egy undorító, csúf és visszataszító leány. Az orra és az álla eltört, fogsorának fele hiányzott. Ruhája penészes volt, büdös és durva szövésű. Egyetlen kést vitt magával aznap, és azt a ruha ujjába rejtette. Midőn az öregembert figyelte, megjelent nála az egyik üzlettársa is, egy izmos kopasz férfi. A csúfleány úgy döntött, hogy ő pontosan ugyanúgy megfelel, mint az öregember, akit őrök vigyáztak. A gyilkosság módja viszont el kell ismerni, hogy jó volt. Az izmos férfi erszényébe rejtette egy mérgezett érmét, amellyel majd később kifizeti az öregembert. Az öregemberről tudni kell, hogy minden érmét megízlelt. Viszont ez semmit nem jelent, az egész város látta, amikor menekült. A csúfleány visszakapja Arya Stark arcát, megkapja a fekete-fehér viseletet, illetve Jacques elküldi őt Izenbaróhoz, ahol megkezdi tanonc időszakát. Arya ekkor 11 éves. Összességében mind a két próbáján megbukott. Fontos, hogy ez időtájt Westeroson is létezik egy Arya. Jane Paul Ariának adja ki magát, és feleségül megy Ramsay Boltonhoz, Theon majd később ugye őt szabadítja ki Deresből. A végére mindenképpen beszéljünk a célokról. Először is a listáról. Ugye 12 név volt rajta, aztán 13, mivel Whist is rárakta, de ez most már nem így néz ki. Dansen, aki elvette Gendrytől a bikaszarvas sisakját, még mindig életben van. Polyver meghalt, ugye a vérep szétvágta a fejét. Az öreg Csizvájk is halott, ő volt Jacques első célpontja, nyakát törte. Nyájas Raff, aki torkon szúrta Lomit, még mindig életben van. A csiklandozót ugye módszeres agresszióval ölte meg Arya. Gregor Clegane meghalt, bár Arya nem tud róla, ezért még mindig a listáján van. A véreb már nincs a listáján, viszont bizonyosan életben maradt. Ser Aemory Lorch halálát Vargo Hoth medvéje okozta. Ser Ilyn Payne még mindig életben van, mindjárt visszatérünk rá. Ser Merin Trent még mindig életben van, a sorozatban ugye ő kapta meg Dareon szerepét. Joffrey a kis görcs, halott. Cersei még mindig életben van. A siratótorony intézője, Víz, szintén halott. Tehát összesen 5 darab név szerepel a halál listáján, illetve a Freyek. A Freyekkel kapcsolatban az a baj, hogy Aryának fogalma sincs arról, hogy kikárulták el az anyját és a bátyját.
ebből kifolyólag nem tudja megnevezni őket. Sir Ilyn Payne történetéről is fontos beszélni. A könyvekben ugye még mindig él, a sorozatban azonban kiírták. Az ok, amiért így történt, az, hogy a karakterét alakító színész egészségi állapota miatt sajnos nem volt képes a további forgatásokra. A producerek úgy döntöttek, hogy mivel senki nem tudná annyira jól eljátszani a karaktert, mint ő, ezért inkább kiveszik a sorozatból. Nagyon bízom benne, hogy követhető volt a történet, és remélem minden kérdésre választ tudtam adni. Köszönöm szépen a patronoknak a csatorna támogatását, és ha esetleg, véletlenül, akadt köztetek olyas valaki, aki csatlakozna közéjük, annak igazán hálás vagyok. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és remélem jól szórakoztatok. Jók legyetek, találkozunk legközelebb, sziasztok! Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch, for this night, and all the nights to come.